Köszöntöm a háttér nézőit, igazán tartalmas műsorra készültünk a mai napra. Már is mondom, hogy mikkel. Völner Pál országgyűlési képviselő lesz a vendégem, akivel a rendkívüli jogrendről, a jogállamiság kérdéséről és természetesen ebben a helyzetben, a pandémiás helyzetben kialakult szigorításokról is szót ejtünk majd. Ezt követően pedig Szentkirályi Alexandra kormány szóvivővel fogunk beszélgetni, őt kapcsoljuk majd, aki többek között ugye az Európa szerte oly rangos zenei esemény kapcsán fog majd nekünk elárulni pár részletet, aminek egyik helyszíne, ugye a fő helyszíne Budapest, de az egyik helyszíne Esztergom lesz majd. Ezt követően pedig szintén kapcsolunk egy olyan orvostan hallgatót, aki önkéntesként részt vett a szlovákiai országos tesztelésen, hogy hogy zajlott az és hogy mi várható itthon, erről is kérdeztük őt. Végezetül pedig az önkéntes katonákról, az önkéntes katonai kiképzésekről és a lehetséges jelentkezésekről fogunk szót ejteni két vendégemmel. Maradjanak velünk, már is kezdünk. Már is kezdjük, ugye első témánk közélet, politika, dr. Völner Pál országgyűlési képviselőt köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm a nézőket. Hát sok minden történt az elmúlt napokban, mind nemzetközi szinten, mind itthon is. Kezdjük talán a legfrissebben, ami itthon van, a rendkívüli jogrend bevezetését ismét elrendelte a kormány, ugye ezt 15 napig megteheti, utána pedig a parlamentnek kell majd erről döntenie. Erről már tavasszal hosszú-hosszú viták folytak a parlamentben is, és elsősorban az ellenzék volt az, aki próbált úgy beállítani ezt az egész helyzetet, mintha itt valamilyen diktatórikus rendszer volna. Aztán persze a végén bebizonyosodott, hogy ez miről is szólt. Hát arról szólt, hogy ugye hatékonyan és gyorsan tudjon reagálni a kormány. Miért volt megint szükség ennek a bevezetésére? Szerdai kormányülésen döntöttünk arról, hogy bevezetésre kerül a rendkívüli jogrend. Gyakorlatilag azért kellett, mert látszik a megbetegedések számából, a kórházak telítettségéből, hogy a járványhelyzet az súlyosbodik. És mondjuk azoknak a korlátozó intézkedéseknek a bevezetése, amelyről szintén a szerdai kormányülésen döntöttünk, az egy parlamenti sok hetes vita után lenne csak egy normál menetrendbe elfogadható, tehát látszik, hogy ilyenkor fel kell pörgetni a gyorsaságot, és hát az, ahogy meg is fogalmaztuk, tehát hogy olyan gyorsan kell legalább intézkedni, mint amennyire, hogy vírus gyorsan terjed. Erről szól a történet. A másik, hogy az alaptörvényben úgy van szabályozva ez a kérdéskör, hogy 15 napig dönthet a kormány ilyenkor saját hatáskörbe, és azt követően a parlamentnek döntenie kell arról, hogy a kormányok megadja a további lehetőséget a rendkívüli jogrend fenntartására, a veszélyhelyzetnek a fenntartására. Erről fogunk a jövő héten dönteni. Amit el tudok mondani, hogy a hétpárti egyeztetés után előre láthatóan úgy tűnik, hogy most ellentétben a tavaszi időszakkal az ellenzéki pártok is vállalták, hogy meg fogják ezt szavazni. Nyugtával dicsérd a napot, azt azért hozzátenném, mert legutóbb is így nézett ki a történet, és akkor valamiért az utolsó pillanatban úgy döntöttek, hogy diktatúrát kiáltanak, meg hogy a kormány akkor ezzel vissza fog élni, meg nem lesznek választások, meg bezárja a parlamentet, és egyéb ilyen blödségeket hangoztattak. Ezt ugye a gyakorlat cáfolta, és a járványhelyzet enyhülésével kivezetésre került a rendkívüli jogrend. Most nyilván egy ugyanilyen menetrendnek nézünk elébe, viszont számukra is lemérhető volt, gondolom, a közvéleménykutatások alapján, hogy ebből a történetből nem jöttek ki jól. Tehát amikor nem fogadták el, hogy a parlament a házszabálytól eltéréssel azonnal, tehát egy napon belül elfogadja ezt a fajta törvényt, koronavírus törvénynek neveztük, hogy konkrétan mindenki tudja, hogy miről van szó, akkor azt hitték, hogy valami nagyon népszerű dolgot tettek, és akkor meglovagolhatják ezt a dolgot. Azt is láthattuk, hogy Brüsszelben mindezt leadták, mintha igazság lenne, és azért szerintem ott is beégtek ebbe a történetbe, ezt Donát Anna is bevallotta, hogy így történt a dolog, és ugye azért kellett ezt követően korrigálniuk, és valószínűleg most, ha már kényszerből is, de el fogják fogadni ezt a módosítást. És akkor egy picit még menjünk, nézzük meg mostani helyzetet. Ugye a héten ugye
szigorítások és bevezetése kerültek, ugye a kijárási korlátozás és egyéb dolog. Európa szerte minden nap, vagy majdnem minden órában jelentenek be újabb szigorításokat, Európa szerte, világszerte. Hozzánk egy picit később ért ez el, erre kaptunk is választ, mert miniszterelnök úr is mondta, hogy mi Ausztriát figyeljük elsősorban, hogy ott mi történik, mert utána egy-két héten rá lehet abból következtetni, hogy itthon ugyanaz megtörténik. Na most hogy állunk? Mert a számok azt mutatják, hogy egyébként még mindig a helyzethez képest egész jól. Hát az uniós átlaghoz képest és a más országban levő folyamatokhoz képest nyilván jól állunk. Tavasszal azt mondtuk, hogy 3 héttel vagyunk Ausztria mögött, tehát ahhoz kigazodóan kell bevezetni a korlátozásokat. Most ilyen 1 hét 10 napnál nem nagyobb a különbség, úgy tűnik. Pont tegnap olvastam, hogy Svájcban 12 000 megbetegedést regisztráltak egyetlen napon, ami valamivel kisebb lélekszámú ország, mint Magyarország, és hát a svájci higiénés és egyéb viszonyokról azért nincsenek negatív elképzeléseink. Tehát az látszik, ha egy ilyen rendezett országban ilyen korúban komoly probléma van, akkor nekünk is szigorítanunk kell. Az is elhangzott, hogy ma a miniszterelnök úr is említette, aki 6 órától már részt vett az operatív törzsnek az ülésén, hogy további szigorítások akár rövid időn belül is várhatóak. Én azt hiszem, hogy ebbe a lakosság is egyetért, hogy nem engedhetjük meg, hogy egy olyan nagyságú járvány alakuljon ki, amikor a kórházak már nem tudják fogadni a betegeket, tehát több beteg lenne, akik ott kell fogadni, mint amennyi a befogadó képesség. Ez a lényeg, ugye ezt mondjuk el, látszik, ez nagyon egyszerű, hogy ezt figyeli a kormány, hogy a kórházok terítettsége és az ágyak tekintetében. Addig tudjuk védeni az életeket, ameddig a kórházak rendelkezésre tudnak állni. Ha már a kórházak nem tudják fogadni a betegeket, akkor gyakorlatilag sokkal kezelhetetlenebbé válna a helyzet. És hát rövid időn belül megszülethet az a döntés, hogy a halasztató műtéteket már nem fogják vállalni a kórházak, hogy ezzel is helyet szabadítsanak fel a betegek. Igen, ez már egyébként meg is történt pont a elmúlt órákban, és erről is döntöttek. Nyilvánvalóan majd ezt folytatjuk, mert most egyelőre találgatásokba talán nem menjünk, de a helyzet az akkor, hogy mindent megtesz a kormány, követi az eseményeket, és nem kizárt a szigorítás. Szigorításokra szükség van, mert az életvédelem az elsődleges, de ugyanakkor az is látszik, hogy továbbra is arra is szükség van, hogy az emberek megélhetése biztosított legyen, hogy a munkahelyek működjenek, ne veszítsék el a munkahelyeiket, a jövedelmük meg legyen. Tehát a kettő között kell egy olyan egyensúlyt teremteni, vagy egy olyan szűkösvényen járni, ahol minél kevésbé sérülnek az érdekek. És akkor ezt fűzzük tovább egy picit nemzetközi szinten, ugye, hogy Európa ebbe a helyzetbe került, gazdaságilag nagyon sok tagország, ugye az unión belül, hát térdre rogyott, ezt majdnem, hogy állíthatjuk. Ezek közé nem tartozik Magyarország egyelőre. A gazdasági élénkítés és megsegítés céljából az Európai Unió egy segélycsomagot fog majd szétosztani a tagállamok között. Ennek kapcsán volt több vita is, és majd szedjük ezt külön, mert itt a jogállamiság is megjelent újra, aztán ezzel kapcsolatban vannak vistémáink, illetve hogy ki, és nyilván, hogy mi mennyit fogunk kapni, mennyi segélyt fogunk ebből kapni. Gyakorlatilag az látszik, hogy egyrészt az unió 7 éves költségvetését még nem fogadta el a 3 közreműködő jogalkotó szervezet, a bizottság, a tanács és az Európai Unió parlamentje, és ehhez kapcsolódóan jelenik meg egy 750 milliárd eurós nagyságú hitelcsomag, ez a Next Generation-nek nevezett hitelcsomag, amelyből főleg a déli államok részesednek, akiknek a költségvetése az gyakorlatilag romokban van, tehát olaszok, spanyolok, vagy akár a görögöknek a helyzete az valóban kritikus. Most azt tartja őket életbe, hogy ez a csomag kilátásban van, és ez még megvan a pénzpiacok bizalma. Ha ezzel úszik, akkor nekik nagyon komoly gondjaik lehetnek, akár államcsőd is bekövetkezhet, megrengethetni az eurozónát is, hiszen ezek az államok eurót használnak. Tehát egy nagyon komoly kihívással küszködnek. Az is látszik, hogy bizonyos ilyen balliberális erők ilyen ideológiai politikai zsarolásra akarják kihasználni ezt a pillanatot, hogy ezt a csomagot el kell fogadni, hogy üssenek egyet a közép-európai államokon, hogy a bizottság maga dönthesse el, hogy különböző általa kreált jogállamiságnak nevezett kritériumok alapján felfüggessze a kifizetéseket. Ugye eddig ez a bírósági hatáskör volt, hogy megállapítsák a jogsértést, és utána lehetett a bizottságnak intézkedési jogköre. Ezt most meg akarják spórolni. Bocsánat, itt egy picit álljunk, mert ma miniszterasszony is az egyik televízióban nyilatkozott erről, és ott a kollégám, riporter kollégám föltett
azért a jogos kérdés, hogy már ezt a szót, hogy jogállamiság, nem mindenki ismeri. A piacon, a Marika nézők, ez a legfiatalabbik, de hogy pontosan mit jelent a jogállamiság az Európai Unión belül, még ott sincs pontosan talán. Senki nem fogalmazta meg. De a jogállamiság alatt például azt tekintjük, hogy a megfelelő jogszabályoknak megfelelően működnek az intézmények, akkor ez az Unióban nem igaz. És az Európai Unió parlamentje nem ülésezik a tavasz óta. Gyakorlatilag nekik egy személyes jelenlét kellene. Kíváncsi lennék, hogy mondjuk a különböző díjazásaikat, mondjuk ezeket hogyan, mert a napi díjakat most hogy veszik fel, majd ezt a kérdést fel is fogom tenni illetékeseknek. Tehát gyakorlatilag nekik havonta ülésezniük kellene Strasbourgba. Egyetlen egyszer nem üléseztek azóta Strasbourgba. Online szavaznak, holott erre semmi nem jogosítja fel őket. Tehát megkérdőjelezhető egyetem, ami az Európai Unió parlamentjéből kijön, úgy, mint határozat, meg döntés, meg egyebek, ezeknek nincs legitimitása. Ez olyan, mint a magyar parlament úgy ülésezni, hogy én itt ülök, és innen szavazok. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez egy abszurditás, tehát ezt nem fogadná senki. Ez az unió belül működik. Most azok után ők nekünk milyen kifogásokat tudnak támasztani, hogyha ilyen alapvető eljárási hibákat követnek el, és ezeket se tartják be. De visszatérve az egészet, tehát ehhez akarják kötni a költségvetési kifizetéseket, és ugyanakkor mindenféle bejelentéseket tesznek Donát Anna és egyebek, hogy már megszületett a megállapodás, meg most Magyarországnak, most már meg Lengyelországnak vége van, mert most már akkor ők diktálnak. Alapvető jogszabályi szabályokkal nincsenek tisztában, hogy amit említettem, három szervezet volt közösen vesz részt a jogalkotásba, és az Európai Unió tanácsában egyhangú szavazás szükséges ezekben a kérdésekben. A lengyelek az jelenti, hogy az összes tagállamnak egyhangulag meg kell hozni. Állam és kormányfőknek ugyanúgy el kell fogadni, a lengyelek már bejelentették, hogy ők ilyet nem fognak megszavazni. Akkor viszont nincs segélypénz, nincs költségvetés, semmi nincs. Tehát akik itt kritikus helyzetben vannak, azok nem a közép-európai hát és állam. Erről a véleményét már a kormány is elmondta korábban, most se változott. A kormánynak nem változhat a vélemény, mert a parlament nyáron hozott egy határozatot, hogy olyan szabályozást, olyan költségvetést nem fogadhat el a kormány, amiben ez a mechanizmus, ez az ideológiai, politikai zsarolás szerepel. És mert ugyanis az utolsó fázis az, hogy a nemzeti parlamenteknek is meg kell szavazniuk. Tehát, hogyha a Fidesz-KDNP frakció azt mondta, hogy ezt nem fogja ebben a formában megszavazni, akkor még ha a kormányfő el is fogadná Brüsszelben, akkor sem lépne hatályba. Tehát csak nyilvánvalóan, hogy nem ezekről a mindenkit untató apró részletekről kell beszélni, de amikor az ellenzék azt állítja, hogy jött, majd az lesz, amit ők mondanak, ez hazugság. Meg abból is látszik, hogy ezt az egész jogállamisági kritérium rendszert is Soros György vetette fel, hogy ezt Brüsszelnek be kell vezetni. Most kérdezem én, mennyire független, vagy mennyire objektív, vagy mennyire a tagállamok érdekét szolgáló mellé, most amit egy milliárdos spekuláns diktál a haverjainak a bizottsági tagokon keresztül. Ez egyszerűen abszurd. Ha ez Magyarországon így menne, akkor itt már mindenfélét kiabálnának. Érdekes, hogy Soros György neve mindenhol fölmerül, és még most az elnök választásról nem is beszéltünk. Hát úgy működik, mint egy banánköztársaság lassan Brüsszel. Tehát az ő NGO-i, lobby szervezetei, amiket beterjesztenek, azokat tekintik munkaanyagoknak. Ez teljes abszurd. És itt van egy alapvetően nagyon régóta húzódó kérdés, egy alapkérdés ugye a migrációval kapcsolatban, amit egyre jobban most is előtérbe kell hozni, mert ami Bécsben és előtte Franciaországban történt az elmúlt hetekben vagy hónapban, az olyan dolgokra világított rám ismételten, amiről már megint hosszú évek óta megy a vita. Kapcsolódnék azért az előző kérdéshez, tehát ezek közé a kritériumok közé, ők a migráns kérdés kezelését is beemelik. Tehát azt akarják, hogy Magyarország ugyanúgy kezelje mondjuk a migráns kérdést, mint Olaszország, vagy ahogy ezt Brüsszelben megálmodják, éppen kötelezettségszegési eljárás kezdeményeztek ellenünk azért, mert csak külföldön vagyunk hajlandók elbírálni ezeket a kérelmeket. Tudjuk, az uniós szabályozás szerint, ha beengedünk valakit, utána nem lehet őrzött táborokba tartani, vagy őrzött szálláson, ezek szétrebbennek. Utána kiutasítják őket, és ide rakják őket Magyarországra. Tehát ez egy csúnya játék. Most nézzük ezt a nizzai merényletet is. Tehát jön egy tunéziai fundamentalista, aki merényletet akar elkövetni, bemegy Olaszországba, Lampedusa szigetére. Ott kap egy papírt, hogy őt kiutasították. De senki nem rakta ki a szűrét, és utána ő fölballag Olaszországon keresztül Franciaországba, és meggyilkolja a keresztényeket. Azért, mert bizonyos liberális emberek Mohamed profétát gyalázták. Mi köze ehhez a keresztényeknek?
Tehát, igen. És akkor gyakorlatilag nekünk is egy olyan szabályozást kellene bevezetnünk, hogy ezeket az embereket be kellene engednünk. És nincs egy mechanizmus, amivel ki tudnánk rakni. A másik ilyen, hogy ez a kvóta ügynek a története, hogy most arról álmodoznak, hogy akkor ezek az országok, akiket így bemennek és kiutasítanak, hogy legyen szolidaritás, mondjuk ezt az embert akkor Magyarország vigye haza Tunéziába. Vagy éppen Szíriába, hogyha mondjuk minden délről érkezett. És ha nem sikerül, Görögországból mondjuk visszavinnünk Szíriába, vagy Olaszországba, Tunéziába, akkor utána mi fogadjuk be. Tehát azért mondom, hogy ezek nagyon csúnya játékok, és nem a valóságról beszélnek, hanem ilyen ideológiai, politikai köntösbe öltöztetik ezeket a vitákat, ezeket a feszültségeket, és egy ilyen öngyilkos szemléletmódjuk van. Ez nagyon érdekes dolog, és hogyha most a bécsi merényletről beszélünk, akkor ugye ön írta ki egy posztban közösségi oldalán, hogy az a merénylő, a bécsi merénylő 920 eurós segélyt kapott havonta. Tehát hasonló helyzetben azt várnánk el tőlük, hogy gyakorlatilag ezeket mi segélyezzük, utána gondolnak egyet, vásárolnak egy gépkarabét, és akkor gyakorlatilag ezzel kezelik a politikai vitáikat, hogy ők nem értenek egyet azzal, hogy a Charlie Hebdo szerkesztősége 2010-valahányban Mohamed profétát gúnyoló karikatúrákat jelenített meg. Mi közünk ehhez? Én elhiszem, hát még ez se jogosítaná fel őket ezekre a tettekre. Tehát, semmi nem jogosítja fel őket, de nekünk ehhez nincs közünk. Mi ehhez nem akarunk ebben részt venni. Tehát gyakorlatilag mi miért vállaljunk fel olyan konfliktusokat, amelyek nem a miénk. Ez a balliberális mainstreamnek a fixa ideája, hogy a véleményszabadság jegyébe lehet gyalázni a pápát, a vallásokat, Mohamed profétát, Allahot, akit csak akarnak. És amikor meg gyilkolnak, akkor meg van egy ilyen nagy részvétnyilvánítás, és utána semmi. Hát Bécsben is meghalt 4 ember, 20-valahányan sebesültek meg, ebből 17 kórházba is került. Ki fog oda menni Brüsszelből, azok közül, akik ezeket a szabályokat lediktálták, belenézni a családtagok, vagy éppen a megnyomorítottak szemébe, és nem azt mondani, hogy sajnálom, hanem hogy hogyan tehetnénk jóvá. Senki. Gyakorlatilag egy újsághír, mínuszos hír. Egyszerűen az emberi tényezőt hagyják figyelmen kívül ezekbe az ügyekbe. Ezt nagyon hosszasan lehetne folytatni, folytatni is fogjuk egyelőre. Most ennyi. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget. Sokkal ezelőtt bejelentették, hogy Magyarországon rendezik meg az európai egyik legnagyobb díjkiosztóját, a zenei világ díjkiosztóját, és ennek az egész ceremóniák nem csak, hogy Budapest, de Esztergom is az egyik helyszíne lesz, erről is hallhattunk már híreket az elmúlt napokban. Szentkirályi Alexandrát köszöntöm, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, aki ezzel kapcsolatban fog majd nekünk egy kis, hát ha nem is kulisszatitkot, de pár információt elárulni. Jó napot kívánok, és nagyon szívesen, hiszen most már tényleg csak néhány nap van hátra november 8-áig, amikor akár közel 1 milliárd ember is majd figyelemmel kísérheti, nem csak Budapest, nem Veszprém, hanem Esztergomnak is a gyönyörű képeit, tájait. Igen, ugye arról már önök is beszéltek, de hát ott érjünk rá erre, hogy ez mekkora dolog, hogy ebben a helyzetben, ebben a megváltozott helyzetben itt Magyarországon lesz majd ez az esemény. Valóban, amikor elkezdtek a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kollégái dolgozni ezen az eseményen, akkor ők még a pandémia előtti időszakban gondolkodtak, tehát nem egy virtuális eseményben, nem egy online követhető eseményben, hanem egy valóságos koncertekkel teli rendezvényre pályáztak. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy éppen egy olyan helyzetben, mint amilyen a pandémia, talán még nagyobb figyelem van az online kulturális eseményeken, mint amilyen a világ egyik legrangosabb zenei eseménye, az európai zenei díjátadója az MTV-nek. Ráadásul ez nekünk egy nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy az amúgy nehéz szektorba, vagy nehéz helyzetbe került turisztikai szektornak egy olyan versenyelőnyt tudjunk biztosítani ezeken a látképeken keresztül, ami akár 1 milliárd emberhez is eljut, ami nagyon fontos versenyelőny lesz akkor, amikor újraindul majd a turistákért a verseny. Számunkra, esztergomiak számára és a környékben élők számára nem kérdés, hogy Esztergom miért került be, de azért mégiscsak hadd tegyen fel ezt a kérdést, hogy Esztergom is bekerült helyszínként. Nagyon nehéz volt természetesen helyszíneket ajánlani az MTV-nek, hiszen tényleg azt szerettük volna megmutatni, hogy Magyarországnak milyen sok és milyen gyönyörű arcai vannak, és ebből néhányat leválasztani természetesen nagyon bonyolult, vagy nagyon nehéz, mert annyira sok más tudnánk még hozzátenni, amit szintén megnézésre érdemes. De azért mégiscsak
Esztergom, akár abból a szempontból is egy nagyon jó választás, hogyha arra gondolunk, hogyha ide érkezik mondjuk Budapestre egy turista, akkor azért sokkal könnyebben eléri, mint az ország sok más pontját, és mégis egy olyan fantasztikus környezetet, olyan gyönyörű látványt, a Dunakanyar panorámáját, a bazilikát, és még rengeteg mást kap mellé, ami miatt azt reméljük, hogy majd a turisták több napot is akár itt maradnak, például Esztergomban majd. Azért ugye egy picit tovább nézzük ennek a hasznát, ennek a nemzetközi gálaműsornak a hasznát, pontosan a turizmus, és erre nagyon nagy szükség lesz, hiszen most, amikor ugye szinte sehova nem mehetünk, illetve csak határokon belül, akkor ennek valószínűleg nagy jelentősége lesz majd akkor, amikor majd az élet azért helyreáll. Mi is így gondoljuk, ennek ellenére persze mindent megtesz most is a kormány azért, hogy azokat a segítségeket a szektornak meg tudja adni, amit jelen helyzetben egy kormányzat megtehet. Tehát volt már itt járulékcsökkentés június végéig, a hitelmoratórium ugyanúgy érvényes volt, illetve bizonyos feltételekkel a jövő év első felében is érvényes ez a turisztikai vállalkozókra. Kedvezményes hitelprogram áll a turisztikai szektor rendelkezésére, a Széchenyi kártyának az adókedvezménye, illetve a megemelt összege még egy fél évig, a jövő év közepéig is meg fog maradni, tehát megvan ez a támogató hozzáállás, és ezek a programok, ez a segítség a kormány oldaláról, de eközben nekünk ezt az időszakot igenis arra kell kihasználni, hogy közben a szektort, azt pedig felkészítjük arra, hogy amikor újraindul ez a verseny, akkor majd olyan előnye legyen, amivel a többi várossal, akik szintén részt fognak venni ebben a versenyben a turistákért, egy behozhatatlan előnyre tegyünk szert. Nagyon szépen köszönjük, hogy a szoros időbeosztása ellenére szakított ránk pár percet, és tudtunk erről beszélni. Én is köszönöm szépen, és november 8-án este érdemes lesz nézni az esztergomiaknak is a képeket, mert nagyon büszkék lesznek arra, hogy láthatják majd sok százmillió emberrel ezeket a csodás képeket a városukról. A területvédelmi önkéntes rendszerről fogunk beszélgetni az elkövetkezendőkben, és köszöntöm itt a stúdióban ezzel kapcsolatban két vendégünket is. Először is tisztázzuk, hogy ez az egész rendszer miért jött létre, és mit akar egészen pontosan. Hát, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Ubornyák Attila főhadnagy vagyok, a 12. Duda Nándor területvédelmi zászlaj megbízott századparancsnoka. Kollégámat engedjék meg, hogy bemutassam, Reményi János ÖTT főhadnagy, ő pedig a helyi járási századnak a századparancsnok helyettese. Most köszöntöm a nézőket. Az önkéntes területvédelmi rendszer felépítését tekintve a mi vonatkozásunkban, és így ilyen értelemben Esztergom vonatkozásában is úgy épül fel, hogy a tartalékképző és támogató parancsnokság vezetése alatt székesfehérvári központú 6-os Sipos Gyula területvédelmi ezred közvetlen alárendeltségébe tartozunk. A 12. Duda Nándor területvédelmi zászlaj, ez tatabányai székhelyű zászlaj, melynek 6 területvédelmi százada van, a megyében a 6 járásnak megfelelően, így Tatabánya, Komárom, Esztergom, Kisbér és Oroszlány vonatkozásában beszélünk a 6 járásról. János azért van itt a stúdióban, mert hogy hál' Istennek az esztergomi járási század létszáma is dinamikusan nő, fejlődik, ebben ő neki nagy szerepe van, és az esztergomi járási század. Erről majd beszélgetünk is, hogy ez hogy áll össze, és hogy lett. Mi a feladata ezeknek az önkénteseknek? Az önkéntes katonák feladatrendszere nagyon szépen körülírt, és ehhez a feladatrendszerhez egy modulrendszerű kiképzés párosul. Nem úgy kell elképzelni, hogy ezek a területvédelmi tartalékosok majd régi divatos kifejezéssel éve az elsősorban géppuskával fognak lőni, hanem jellemzően az ő feladatuk az, hogy míg az aktív állományú katonák adott esetben feladataikat ellátják, addig háttérvédelmi feladatokat fognak a területvédelmi tartalékosok ellátni. Ilyenek alatt értem területzárás, biztosítás, járőrözés, különböző ellenőrző átteresztőpontok üzemeltetése, és ehhez kapják ők meg a felkészítésüket.
a mai napra akarjuk aktualizálni ezt például, ha jól tudom, akár ugye a vírusvédelemmel kapcsolatban is láttak el feladatokat az elmúlt időszakban az idősek otthonában? Igen, azt gondolom, hogy ez is egy jelentős potenciál ebben a rendszerben, hogy ilyen minősített időszakban is rendelkezésre állnak a tartékos katonák. Természetesen önkéntes, de azt kell mondjam, hál' Istennek ezt mondhatom, hogy nagyon nagy arányú a jelentkezés ezekre a feladatokra. Tehát a Komárom-Esztergom megyei és ebből beleértendő az esztergomi járási század is tevékenyen részt vett a Covid elleni kvázi harcban különböző intézmények fertőtlenítése során. Fogunk arról beszélni, hogy hogyan lehet jelentkezni, de akkor Remény úrhoz fordulva, itt Esztergomban halljuk, hogy dinamikusan fejlődik. Hogyan kezdődött el és hogyan lett fölépítve az esztergomi járás önkéntes rendszere? Az én vonatkozásomban úgy állt össze a dolog, megkaptam az esztergomi századnak a századparancsnok helyettesi beosztását. Egyelőre az első étában a feladatom a járás az esztergomiak tájékoztatása, hogy ez a lehetőség minél több emberhez eljusson. Így is lett az, hogy amit hallottunk, hogy egyre jobban és dinamikusabban fejlődik a létszám? Így van. Tehát én magam úgy kezdtem, hogy nyilván, és ez tulajdonképpen mindenhol így működik, a század, illetve az önkéntesek között, ha valaki belép önkéntesnek, elmondja a barátainak, az a barátainak, és stb. És tulajdonképpen nem toborzunk, hanem tájékoztatjuk egymást, és felhívjuk a figyelmet, és felkeltjük az érdeklődést. Én azt tapasztaltam az eddig eltelt időben, hogy nagyon nyitottak a fiatalok, tehát nagyon sokszor, sok esetben nincs elég információjuk, és amint megkapják ezt az információt, lelkesek és jönnek. Ez gondolom országosan is megfigyelhető, hogy az önkéntesek ebből a szempontból aktívak nagyon is érdeklődőek. Megdöbbentő a tapasztalatom. Az ezred, illetve a zászló 2018. október 1-én alakult. A felkészítések során az a fajta aktív és agilis hozzáállás, amelyet ezek a civil emberek, akik önkéntes területvédelmi tartalékosnak jelentkeztek, tanúsítottak a felkészítések során, ez engem megdöbbentett. 25. éve vagyok katona, tehát van viszonyítási alapom, hogy a felkészítések során milyen magatartás várható el a katonáktól. Azt kell mondjam, hogy példaértékű. Kijelenthetem, hogy nagyon népszerű ez a program. Gyakorlatilag a Komárom-Esztergom megyei felkészítés az jellemzően háromnapos turnusokra osztható fel, pontosan azért, mert a munkahelyen igyekszünk összeegyeztetni ezeket a kiképzési időpontokat. Arra törekszik a rendszer, hogy a civil szférából úgy tudjuk az önkéntes jelentkezőket foglalkoztatni a kiképzéseken, hogy ez a munkahelyével összeegyeztethető legyen. Ehhez mi előre 2-3-4 hónappal meg tudjuk adni azokat a napokat, amelyeket szükségszerűen szabaddá kellene tenni. Fontos tudni, hogy a munkáltató is kap kompenzációt azért, mert az ő munkavállalóját elengedi ezekre a kiképzési időszakokra, és természetesen a katona is kap illetményt erre az időszakra, különböző járandóságokat, nem csak anyagi, hanem itt egyéb élelmezési, utazási, költségtérítési, hogy hadd ne soroljam tovább, járandóságokat kap a katona. De a tapasztalatom az, hogy nem ez motiválja jellemzően a jelentkezőket. A jelentkezőket alapvetően hazafias érzelmű életvitel, illetve bajtársak vonzereje. Az is megfigyelhető, hogy a legnagyobb toborzó erővel maga a tartalékos katona bír. Úgyhogy ha a tartalékos katona belép ebbe a rendszerbe és elmeséli a tapasztalatait, amelyek jellemzően pozitívak, ez egy nagyon nagy vonzerő, és ezt igyekszünk is kihasználni. Gondolom, ilyen toborzási időpontokat rendszeresen tartanak országosan is. Lehet-e tudni erről valamit? Tehát ha valaki ezen beszélgetés kapcsán gondolkodna el azon, hogy ő ezt tüzetesebben vagy testközelből megnézni, hol lehet jelentkezni? Hát hagyunk itt aláírás nélküli szerződéseket, csak be kell jönni aláírni, természetesen ez nem így van, de Tatabányán a Komáromi út 18-as szám alatt van a megyei toborzóiroda. Ide a toborzóirodába ügyfélfogadási időben várják szeretettel a jelentkezőket. Azt kell mondjam, hogy
még csak előzetes egyeztetés sem különösebben szükséges, ügyfélfogadási időben nagyon rugalmasan dolgoznak a kollégák, és akkor ott a bővebb tájékoztatást meg fogják kapni, és ott a jelentkezést is meg tudják tenni. Nem kell külön toborzási időpontokra várni. Ha valakiben ez az igény mutatkozik, ne várjon, menjen azonnal, nehogy elmúljon. Így van. És itt is tudunk azért felhívást tenni, illetve segíteni azoknak, akik itt Esztergom környékén, ugye a mi vételkörzetünkben most ezt megtekintik, ezt a beszélgetést, akár önön keresztül is, vagy egy kis lelkesítést, hogy miért és kinek ajánlja ezt a fajta önkéntes katonasságot? Hát mindenkit csak lelkesíteni tudok, egyértelműen. Itt egy kiegészítést a jelentkezéshez még hagyd tegyek. Minden kormányhivatalban meg lehet tenni az első lépést, akár még el se kell menni a tabányáig. A kormányhivatalok erre fel vannak készülve. Nyilván aztán később egyeztetni és szerződést aláírni, azt a toborzó irodán lehet. De az első lépés az a helyileg is, az Esztergomiban is, vagy a Dragunás megtehető. Kinek javallott? 18-tól 65 éves korig tulajdonképpen mindenkinek, kortól és nemtől függetlenül, és valóban így van. Tehát a fiataloknak azért javaslom, mert tehát aki a kihívást keresi, vagy a megmérettetést keresi idősebbeknél, hogyha szabad ezt a szót használni, romantikus emlékeket elidézze ugye a sorkatonaságból, bár meg kell jegyeznem, én még az a korosztály vagyok, aki volt sorkatona, hogy ez már nem az a katonaság, ami a sorkatonaság volt, nem csak azért, mert ez önkéntes, egészen más a hozzáállása, egyrészt a hivatásos kiképző állománynak is, ez a profizmusra is érthető nyilván, illetve egészen más a hozzáállása nyilván a jelentkezőknek is. Tehát itt mindenki lelkesedésből megy, semmi nem kötelező, eleme mindenki mindent vállal. Egyelőre ez a tapasztalat. Ez jó így, és legyen is így, aki pedig kedvet kapott, akkor az elhangzottak alapján lehet jelentkezni. Köszönöm uraim, hogy itt voltak, és hogy bemutatták nekem. Köszönjük lehetőséget. Az elmúlt héten ugye hallottuk a különböző médiumokból, hogy Szlovákia egész területén, illetve Szlovákia összes lakosát letesztelték. Erre azért volt szükség, hogy nyilván egyrészt kiszűrjék és megállapítsák a fertőzés nagyságát, és egyrészt pedig a szigorú intézkedésekbe volt beleépítve mindez, hiszen akinek nincsen érvényes negatív tesztje, az továbbra sem mehet, illetve korlátozva van a mozgásban. Ezzel kapcsolatban szintén hallottuk azokat a híreket, hogy mintegy 200 magyar önkéntes ment ki segíteni, hogy a teszteket levegyék, és ezt Matovics miniszterelnök meg is köszönte természetesen a segítőknek is és a kormánynak is. Ezzel kapcsolatban fogunk most beszélgetni Sinkó Somával, orvostan hallgatóval, aki kint volt és az önkéntesek között volt. Szervusz! Üdv, szép napot! Nos, hát te hogy keveredtél a 200 önkéntes közé? Ez úgy történt nálunk, hogy vannak évfolyam csoportjaink, és oda a hallgatói önkormányzat tett ki egy posztot, még pénteken, hogy másnap akkor szükség lenne 150 darab önkéntesre a mi részünkről, ugye ez a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, és így kerültem én bele, jelentkeztem, és aztán ki is mentem másnap. Nyilván ez egyfajta kihívás is, és egy olyan különleges helyzet, ami ugye a COVID-19 miatt itt adódott. Milyen volt a mintavétel, hogyan zajlott, és ti miben segítettetek kint? Ugye mi azért kellettünk, mi voltunk az egészségügy is része a csapatnak, és nekünk a mintavételezésben kellett segítenünk. És lényegében ezt is csináltuk, reggeltől estig mintákat vettünk, az adminisztrációt pedig már a szlovák kollégák végezték. Minden rendben zajlott? Minden rendben zajlott. Jó élmény volt, amit. Tehát, hogy amellett, hogy sikeres volt, tehát, hogy sikerült annyi, vagy hát a megfelelő számú tesztet levenni, és hogy ez egy reprezentatív szűrésnek minősül, amellett még egy személyes jó emlék, jó élmény is volt. Ugye a tesztek kapcsán is sokat vitatkoznak még mindig a szakemberek azzal kapcsolatban, hogy melyik mennyire hatékonyként, melyiket használtátok? Miként antigén teszteket végeztünk,
ez lényegében úgy működik, mint a PCR, tehát hogy egy ilyen pálcával mintát veszünk az orrból, és akkor azt utána egy ilyen kis lemezen kiértékeljük. Annyi ennek az előnye, hogy sokkal gyorsabban megvan az eredménye, mint a PCR-nak. Igen, ez egy ilyen igazából pár perc, vagy alig 10 perc alatt meg is van az eredmény. Negyed óra hivatalosan, igen. Igen. Nos, ezzel kapcsolatban még annyit, hogy ugye megvolt a megfelelő számú tesztelendő alany, ezt mondtad te is, és akkor mindenki fegyelmezett volt, és mennyire kellett sietni, hogyan tudtatok beleférni az időbe? Ez elég gördülékenyen működött, tehát hogy volt egy adminisztrációs szervezet, mindenkitől felvették az adatokat, és akkor utána aki volt ugye megfelelő távolságban, sorban álltak, aztán jöttek hozzánk, mi egy kicsit így elkülönítve egy paraván mögött végeztük a teszteket, és hát első nap volt a nagyobb hajtás, tehát szombaton 600 körül volt az a szám, amit mi teszteltünk, mi négyen voltunk összesen egy ilyen kis csapatban, és akkor ketten-ketten váltásba csináltuk a teszteket, úgyhogy 600 volt a szombati nap, és körülbelül a fele a vasárnapi, úgyhogy azért a szombati az egy húzósabb nap volt. Igen, igen. De hát meg ennyi, így van, sikeresen teljesítettetek. Mi a helyzet itthon? Mert hallani olyanokat is, hogy már akár az orvostan hallgatókat is lehet, hogy hadra kell fogni bizonyos helyzetekben, mert ugye annyira kezd leterhelődni az egészségügyi rendszer a kórházakban. Ti mit tapasztaltok ebből, és miben tudtok segíteni most itthon? Szűrésket itthon az országos mentőszolgálat végzi. És nem igazán, vagy hát nehezen tudnak lépést tartani az egyre növekvő fertőzés számmal, és emiatt kérték megint csak az orvostan hallgatók segítségét. Itt most 5. és 6. éveseket hívtak be elsősorban, de akár lehet menni alsóbb évekről is, úgyhogy ez most jelenleg így működik, ebben tudunk segíteni. Egyelőre táblázatszerűen be vagyunk osztva, és akkor mehet. Ez ugye most még mindig a felszállóágban van a vírus, a helyzet nyilván fokozódik, és lehet, hogy ez a kórházakban is így lesz, ez sajnos. Elképzelhető, hogy titek itt is esetleg befognak, és akár elvezényenek a kórházakba, és hogy segítsetek? Hát nem is tudom, reális vagy pessimista szemlélettel számolva van rá esély. Én szerintem mi... mint jövendőbeli egészségügyiek készen állunk erre, én legalábbis a saját nevemben beszélve, én fel vagyok erre készülve, hogy ez most egy ilyen különleges járványjegyi helyzet, amikor akár erre is sor kerülhet, úgyhogy igen. Nagyon jó, hogy beszélgettünk, és te, mint fiatal orvostan hallgató, egy kicsit segítsekünk ebben. Például egy nagyon fontos téma a vírus tagadás. Ugye még mindig nagyon erősek ezek a hangok, és hát különböző szakemberek, professzorok próbálnak nyilván hát helytállni abban, hogy ezeket az embereket, hát hogy is mondjam finoman, helyre tegyék ezzel kapcsolatban. Te mit mondasz, mit tapasztalsz, és légy szíves, mondd el a véleményedet ezzel kapcsolatban. Oké, hogy van jelentősége, ez biztos, tehát sajnos valószínű, hogy vannak ma Magyarországon, de akár a világban is többen, akik hallgatnak ezekre a hangokra, illetve terjesztik is, vagy hangadóik ezeknek a nézeteknek. Én azt gondolom, hogy azért, amit én látok, vagy lehet, hogy nem azzal a közeggel érintkezek, de jók a tapasztalataim ezzel kapcsolatban, tehát a maszkot az emberek nagy részt fordják. Az, hogy valóban hisznek-e benne, az egy másik kérdés. De hogy betartják a szabályokat, jelen esetben ez a legfontosabb. Így van. Mire számíthatunk? Hát sok mindent hallunk, hát nyilván te sem vagy jós, de többet forogsz azért ilyen közegben. Meddig kell még kitartanunk, és ugye azért a hírek szerint már azért látóhatáron belül vannak van a vakcina, vagy vannak a vakcinák, ugye többféléről is beszélhetünk. Annyi biztos, hogy amikor a vakcina megérkezik, és be tudjuk a lakosságot oltani, akkor lesz ennek a vírusnak teljes egészében vége. Ugye itt most a második hullámról beszélünk, tehát volt már egy számbeli visszaesés, ilyenekre valószínűleg lehet majd akár a közeljövőben reméljük számítani, de a biztos gyógyulást, meg a vírusnak az eltűnését, azt a vakcina megjelenése fogja majd
hozni számunkra. Soma, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, és hát egyben büszkék is vagyunk rátok, akik kimentettek, és helytáltatok, és segítettetek, mert még egyszer mondom, Matovics miniszterelnök azt is mondta, hogy a bajban ismerszik meg, ugye a barát ezzel utalt arra is, hogyha esetleg Magyarország kerülne hasonló helyzetbe, akkor talán számíthatunk rájuk is. Köszönjük szépen még egyszer. Köszönöm is a lehetőséget. Ennyi volt mára, de hogy azt megszokhatták, a Háttér jövő héten is jön majd többször is friss témákkal, akkor is tartsanak velünk a képernyő alján, láthatják elérhetőségeinket, bátran keressenek bennünket, és tartsanak továbbra is az RTVL-vel, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!